élelmiszert erre a kis piros vonatra, és mindig megengedte a vezetőnk, hogy a fülkébe a lábánál utazott az élelmiszer csomag, és ott pedig levették a faluba. Hát mindig megengedték, de hát egy nagy stressz volt, mert ugye alázatosan meg kellett kérni, hogy tessék már megengedni, hogy a élelmiszer csomag ugye hadd utazzon. Hát a polgármester a gyerekétkezést megszüntette. Hát érted? Hát a gyerekétkeztetést az iskolában, ami nem a polgármester hatásköre, bosszúból. Kijelentette, hogy az ő gyerekeinek nem adhatnak ingyenes ételt, amit osztottak. Szólak a kasmár, majd megvirran már, földerdőben, síkmezőben sétál egy madár. Sors közösségben élünk, és annál erősebb egy társadalom, minél nagyobb az interakciók száma, mert megtanulják az együttműködést, és amennyiben a társadalmi rétegek eltávolodnak egymástól, akkor az súlyos következményekkel jár. Egyrészt ugye nem ismerik egymást, ugye nem ismeretből származik a félelem, mert az ismeret az azonnal megöli a félelmet, mert ha ismerem, akkor már nem félek tőle. És akkor kiderült, hogy a Józsi lánya várandós volt, és el akarta vetetni a gyereket, és én rábeszéltem, hogy ne. Mikor jöttem haza, akkor kaptam a Istentől a szellemembe belenyomott egy tanítást a házasságról, meg a szövetségről. Hát ez ritkán van nekem, de néha van, és akkor leírok minden. Nagyon érdekes, amit kaptam. Nekik vezettem be a villám, ugye? Sokáig nem volt a gyerekeknek, de Gabika néni segített rajtunk. Köszönjünk is neki. Na, 200 000-be került, és megvolt a pénz, és kifizettük. Eljuttam a nyugdíjas villanyszerelőt a református egyházközségből, mert villanyszerelő nincs, ezt el kell felejteni. Ugye 2 70 éves ember csináltak, meg volt a pénz, befizettük, és fél év múlva lett villany. Tudod milyen? Adminisztráció. Van egy súlyos beteg kislányom, asztmás is, és a gyomrával is baj van. A gyerek sokat hiányzott az iskolából, de viszont a Borsod iskolában többszörösen bántalmazták a gyereket. Én mentem, hogy a gyereket miért bántik, na hát nagy lány 16 éves lett. Most július 18-án. És ugye sokat bukott, hiányzott a bántalmazások miatt, de tudnak róla a tanárok is mindenki. És akkor azt mondják, hogy mivel betöltötte a 16-ot, ő már nem járhat iskolába. Tulajdonképpen a Gabika az, aki mindenben segített, vagy visszajönni az életbe, akkor ezt hogy érted? Mondd ezt el, kérlek. Hát olyan úgy értelmezem, hogy nem csak én rajtam segít, ugye a szegény sorsoltam sokan segít. És ezt köszönhetjük a Jóistennek, mivel hogy ő küldte, értünk. És azóta, ahogy élünk szegényesen, mert szegényesen élünk, de amiben tud, segít. Támogat. Ezt letagadni nem lehet, mert ez tény és igazság. És köszönhessük neki, meg az anyukájának, meg a hittestvérek is, ahogy tudnak. Mert más nem segít rajtunk. Önkormányzat nem segít rajtunk, itt a önkormányzat előtt, és nincs, aki mellé álljon, szegény sorsúak mellénk, csak a hit szeretett testvéreink Miskolcon. Egy másik zenedarabot. Ezzel kéne összeélni, elvileg. Most még Ide baptista gyülekezetbe jártam, meg annak is ide még többen, a rendelföldési helyi romák. Aztán, amikor meg volt hívva, itt testvér meghívta, és elkezdett zongorázni, meg minden, elkezdett játszani, azt akkor én gitárral elkezdtem játszani, a dallamvilágom szerint, mondani kell. Jó Isten megsúgta, hogy jöjjön le, ide meghívták. És akkor nem hiába hívták meg, mert tudta, hogy Jó Isten hova kell küldni. Nagynénémet utánozom, aki anyám volt, ő egy ilyen karitatív személyiség volt. Titkos a páca, mert nem lehetett abba az időbe felszentelni. Bebörtönzettek családtagjait. Segítette a Rákosi meg a Kádárkorba, a halálra ítéltek családtagjait. Most ugye, van a apa, szülői apa, anya, mindenkinek. Neki is volt apja, anyja, és végtelenségig lehet sorolni ezt. Ha úgy vesszük, egész Magyarország, ugye, földi emberei, valakinek valamilyen szinten nagyon messzi ágró, hangsúlyozom, rokon. Végülis akkor mindenki testvérrel. Vanessa, 17 éves anyuka, terhes, és közölték vele, hogy nem adják ki neki a gyereket. Nem adjuk ki, bennmarad a izében. És miért? Mert nincs kiskád, vagy nincs babakocsi, vagy nincs linoleum. Tehát ez nincs lefektetve, hogy mikor lehet kiadni, meg mikor nem. Hát, hogy mondjam, Vas megyébe, Tatán biztos, hogy nem engednek így olyan gyereket, amit itt simán kiengednek, és fordítva. Szóval borzasztóna mindegy. Honesszának megmondták, hogy nem engedik ki. Persze a lány ugye mit csinált? Tehát felvágta az erejét, tehát tudod, a hasát megszúrta, akkor elment a folyóhoz, beleugrott. Itt volt olyan esetem, hogy tényleg felvágta a hasát a kismama. Késsel, és meghalt a gyerek. Ilyen fenyegetés hatására. Ő egy példa arra, hogy terhes anyák 0 forintból élnek 9 hónapig. Tehát semmilyen jövedelmük nincs. Nyár volt, és kukoricát szemezett, és azt megfőzte, és abból azt ettek, semmi nem volt. Na most olyan soványan ment beszülni, hogy brutális. Hát semmilyen jövedelmük senkinek nem volt, tehát ők úgy éltek, van a szájék, hogy éjszaka mentek kukázni. Az anya a 3 gyerekkel, és amit a kukába találtak, azt tették. Hát emiatt persze valamikor kórházba kerültek, valami mérgezett dolgot dobtak. Én vittem nekik többször ilyen zsáknyi péksteményt, meg ennivalót, meg az egy csepp a tengerbe. Hát így éltek. És akkor bekapcsolom a telefont, és akkor 2-3 órát énekeltem neki tegnap. És akkor végig sírta az egészet, érted? Nekem a te orcádon, hadd halljam! Hát ez egy csodálatos templom. És a halotti beszédet itt mondták el. Underbund zenekarral zenéltem, és Zsoltárt énekeltem, és magától az egyik kezem felment, mert imádkoztam a katolikus egyházért, hogy legyen valami. És akkor eljutottam egy a pontra, hogy már nem lehetett csak sikoltozni. És akkor csináltam egy Gejfel Isten nevű filmet, amiben próbálok sikoltozni és kiáltani. Hát Istenhez kiáltani. Nekem egy ilyen visszatérő Momentum, mama kiáltás Istenhez. Ugye Bódi azért van hozzám közel, ugye is a Bódi Gábor filmjében, a Kutyaéli dalába mindenki kiált ott, minden szereplő kiált. Abba, bűt meg engem, Isten, ne torka, ha még hatoltam, ha vízen, belesüllyedtem a mélységes szárba, és nem találok szilárd. Nincs iskolabusz, hanem a tömegközlekedésnek van egy busza. Na most a béletre lehetetlen vigyázni, ahol nincs személyes tárgy, minden közös. Tehát a gyerekeknek nincs béletük, Bécsi nem engedi fel a gyerekeket a buszra. Na most ezek után jussál az iskolába, ami két falunyira van. Hogy lehet eljutni? Vonattal elbújni a WC-be, vagy gyalog menni a sinek mentén. Ha Bécsi a sofőr, akkor vonattal kell menni, a WC-be kell utazni. Tehát a gyereknek extrém méretű felnőtt stresszt kell átélni, már ez az egyetlen egy momentum az iskolába eljutása, és a másik a visszajövetel. Elsős kislányal találkoztam, aki nem volt bérlete fél évig, tanárok adták össze a bérletét, ami 300 forint. E fejében a kislány nem azért, mert a tanárok kívánták, hanem ő magától takarított. Az elsős kislány minden délután takarított az iskolában, senki sem mondta, csak meg akarta szolgálni, hogy ő neki kifizetik a jegyet, mert ő nem mert hazagyalogolni a Sinek mellett. Betekintést nyertem abba, hogy szegény családoknál a nagyon helyes roma fiúk rá vannak kényszerítve a szegénység miatt, hogy pénzért homoszexuális kapcsolatba belemenjenek, és akkor ott üldögélnek a húzatéren, hát várják, hogy ugye valaki elhívja őket, és ugye ebből élnek sajnos. És ő maguk homoszexuálisok? Ők nem. Hát van feleség, vagy van élettársuk. Van köztük elég sok, aki intézeti gyerek volt sajnos.